Megkezdődik mától a munka, rövid lesz a felkészülés, 3 hét mindössze, így alakítottátok ki a programot is? Igen, hát tudtuk, hogy rövid a felkészülés. Most jöttek a játékosok vissza, jó hangulatban. Van mit mesélni az elmúlt időszakról, mind az ünnepekről, mind az elmúlt időszakunkról. Lesz még ezen a héten feladatunk, megyünk orvosi vizsgálatra. Lesz 4 edzés a programban, plusz játszunk szombaton a Debrecen ellen egy edzőmérkőzést. A mérkőzés kimenetele még nem tudjuk, hogy hol. Ha jó idő lesz és tudunk Fűvön játszani, akkor Debrecenben lesz a mérkőzés. Ha rosszabb lesz az időjárás, akkor itt fogunk a Városi Stadion műfűvén játszani 12 órakor. Majd szerdán a Kassa ellen, csütörtökön még egy edzés szerepel a programban, és úgy utazunk Törökországba. Ott viszont 4 mérkőzést játszunk még. Amikor búcsúztunk, akkor azt mondtad, hogy nagy mozgás nem lesz a keretben. Van azért változás, vannak új arcok már az első edzésen, és mit lehet róluk tudni? Mint játékos érkezett a Patvaros Zsolti Kecskemétről. Ő előtte lévő szezonban a Balmazújvárosban szerepelt, csak ugye megszűnt a Balmazújváros, így Kecskemétre tudott eligazolni. Ő nálunk fog játszani, plusz érkezik a Győrdi Artur, az elmúlt fél évben ő Debrecenben játszott, és aláírta igazából a szerződést, tehát ő is most már a csapathoz tartozik, plusz majd 2 kapus érkezik még a holnapi nap folyamán. Ha jól tudom, akkor Arturral dolgoztatok együtt Erdélyben annak idején? Igen, volt játékosom Csíkszeredán, akkor még román harmadosztály volt, most már másodosztályban van a Csíkszereda, ismerem a játékát, ezért szorgalmaztuk a leigazolását. Volt a stábban is változás, új kapus edző van, és van, aki a rehabilitációt is segíti majd? Igen, hát ugye a Varga Tomi elment Pestre, már ott dolgozik. A Dunás Danit emeltük föl az akadémiáról, mint gyúró szerepkörben. A Tuska Jani ugye a Jova Leventével távozott az egyesületünktől, ott pedig a Pintér Laci fogja betölteni ezt a szerepkört, ő is az akadémián dolgozott. Ugyanaz a jellemző akkor a szakmai stábra is, mint ami a csapatra, hogy lehetőség szerint mondjuk saját nevelésű szakemberek jöjjenek feljebb a felnőtt csapathoz? Próbáljuk építeni ezt a vonalat, lássák a gyerekek is, lássák az itt dolgozók is, hogy van előrelépés, van lehetőség a felnőtt csapathoz eljutni. Most is 6 fiatal van fönt az U19-es csapatból, ők velünk kezdik a fölkészülést, igazából rajtuk múlik, hogy mennyien maradnak itt, mennyien ragadnak itt a felnőtt csapatban. Kint az edzőtáborban hogy alakul majd a program? Gondolom, hogy több csapattal is felkészülési mérkőzést szeretne játszani a csapat. Igen, már megvan a program, 4 mérkőzés szerepel a programban, az úgy lesz, hogy 2 mérkőzés 45-45 percet játszanak a játékosok, és az utolsó 2 mérkőzésen már 90-90 percet fognak a pályán tölteni. Mától munkába állt a Nyíregyháza Spartakusz, nem volt hosszú a szünet, csak pár hét sikerült feltöltődni? Igen, azt gondolom, hogy azért az időt azt mindenki maximálisan kihasználta. Én igazából az első héten pihentem, utána végig dolgoztam, kaptunk ugye edzéstervet, azt végig kellett csinálni. Tulajdonképpen ma volt egy súlymérés, abból azért kiderült, hogy a csapat elvégezte a feladatokat, további felmérések lesznek, ahol kiderül az, hogy azért szerintem mindenki profin készült a szünetben is. Úgyhogy jól telt a szünet. És nem lesz hosszú a felkészülés sem, nem is nagyon emlékszem ilyen rövidre. Igen, hát 3 hét, ahogy terveztük, ugye, azért is kaptuk az edzéstervet, hogy senki se nulláról kezdje az alapozást, ha lehet ezt így nevezni, aztán majd meglátjuk, hogy a természet azért közbe fog-e szólni, nagy hidegeket mondanak ugye januárban. Meglátjuk. Viszont lesz egy edzőtábor is Törökországban, gondolom ott a legfontosabb majd a formaidőzítés lesz, hiszen ahogy hazajöttök, szinte azonnal indul is a bajnokság. Így van, hát itt megszerezzük, ugye nyilván folytatjuk az alapokat, ma már azért lesz egy 3x10 perces játék, vannak új arcok, meg azon leszünk, hogy minél hamarabb beilleszkedjenek, lesznek még további érkezők. Azért 6x6-tal zártuk a szezont, azért ez a csapat ez így is folytassa majd, amikor kezdődik a bajnokság. Remélem, hogy Törökországban az időjárás az egy kicsit kegyesebb lesz, mint amilyen tavaly volt, de biztos, hogy jó körülmények között fogunk tudni készülni, és én abban bízom, hogy ott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Elindultál párba, passzokkal menjünk, járt ezt a területet, ne ütköd! Zsolt, Isten hozott Nyíregyházán, mennyire volt nehéz döntés a váltás, hiszen 1000 szállal kötődsz Kecskeméthez, de hát azért a Nyíregyháza talán komolyabb célokért küzd. Nagyon szépen köszönöm. Lényegében nyilván ez vegyes érzések voltak az ember, hiszen tényleg 1000 szállal kötődő Kecskeméthez, viszont amikor egy ilyen lehetősége van az embernek, hogy magasabb osztályból hívják, egy komoly ambíciókkal rendelkező klubban, ráadásul nagy hagyománya is vannak a Spartakusznak, így azért ez megkönnyítette a döntés, ráadásul éreztem a
a szakmai stáb és a vezetőség részéről tényleg nagyon szeretnék, hogyha itt játszanék, és én is nagyon szívesen jöttem ide. Milyen formában vagy? Remélem, hogy jó, majd most kiderül az első edzésen. Mi december 3-án már végeztünk, úgyhogy nekünk hamarabb vége volt, de 13-áig még edzettünk, úgy folyamatosan edzésbe tartottam magam a szünet alatt, úgyhogy minél hamarabb szeretnék jó formában rendülni. Ugye te játszottál magasabb osztályban, és nagyon nagy volt a különbség mondjuk az NB3, NB2 között? Az én érzésem az az, hogy az NB3 és az NB2 között nagyobb a különbség, mint az NB1, NB2 között. Most azt mondhatom, hogy az NB2-ben nagyon sok profi klub van, ahol jó körülmények vannak, és minden adott a jó szakmai munkához. Régebben ez talán máshogy volt, és egy jó irányba indult úgymond a futball. Úgyhogy azért van különbség, igen. Mit vársz a tavasztól? Remélem, hogy a csapat tudja folytatni ezt a jó szériát, amit a szezon végén megkezdett. Ez a 6 meccses győzelmi sorozatot jó lenne minél tovább tolni. Egy eredményes, szép tavaszba bízok, és szeretnénk örömet okozni a szurkolóknak, és reméljük, hogy egyre többen fognak kilátogatni a mérkőzésekre. A turistán hozott téged is Nyíregyházán, dolgoztál már együtt Lengyel Rolanddal, ez mennyit számított a döntésednél? Hát köszönöm szépen elsősorban, igazából ez befolyásolt a legjobban, mivel egy olyan edzőhöz jöttem, aki tényleg tudom, hogy szakmailag is nagyon jó, és úgy érzem, hogy Csíkszeredán is jó munkát végeztünk együtt, és remélem, hogy most itt is újra tudunk jó munkát végezni együtt a csapattal. Ugye szélső poszton vagy bevethető, gondolom, hogy akkor gólpasszokat meg gólokat várnak tőled a szakmai stáb tagjai. Igen, ez a specialitásom inkább, hogy gólpasszokat osszak ki, meg gólokat szerezzek. Remélem, ez itt is fog sikerülni. Nehéz döntés volt? Igazából nagyon sokat húztuk, de elsősorban mondtam az edzőrnek is, hogy ez az első variáns, és ha minden meg tudunk egyezni, akkor ide szeretnék jönni, és az így is sikerült igazából szerencsére. Milyenek az első benyomások a csapattagjairól? Sok időtök nem volt még az ismerkedésre. Tehát én nem volt sok, de eddig igazán nagyon pozitív, jó hangulat a csapatban, ami szerintem nagyon-nagyon fontos. És láttam azt igazából, néztem egy pár meccsüket vissza, jó játékosokkal van tele a keret, úgyhogy szerintem nagyon jó csapatba kerültem. Mit vársz a következő szezontól? Minél több játék lehetőséget kapjak, minél több gólt szerezzek, és csapattal egy minél jobb helyet elérjünk. És gólokat szerezek.